Kárl Orff nagysikerű oratóriumát a Carmina Buránát a Szegedi Kortárs Balett állította színpadra a tavalyi táncfalsangon. Az idei rendezvényen ehhez hasonló, máshol nagy sikerrel játszott zenés darabokat mutatnak be. A közönség összesen hat előadást láthat. Színpadra lép többek között az Experidance és a Pirotep Productions, a Miskolci Balett, a GG Tánc Eger, a Pesti Magyar Színi Akadémia és a Trans Dance társulatai és Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei is. A Vidor Fesztivál mellett hagyományteremtően a táncfarsang az, ami hosszú évekre nyúlik vissza, a 14. alkalommal kerül megrendezésre a táncfarsang, és amit kiemelnék, hogy soha nem kapott ilyen nagy támogatottságot, és ennek következtében talán soha nem tudtunk ilyen színvonalas produkciókat meghívni Nyíregyházára. Csak kettőt emelnék ki a hatból, az Experience előadását, illetve a Miskolci Nemzeti Színház annak karanyináját. Ezek mind annyira kiemelkedőek a, a, magyar palettán, a magyar táncpalettán, hogy igazán büszkék lehetünk rá, hogy őket láthatjuk. Az igazgató hozzátette, ha a társulat lázasan készül a következő két bemutatójára. Szombaton a Függöny felcímű darabot láthatja a nyíregyházi közönség, február 10-én pedig a gyerekeket várják a besenyei térre, a kisfiú meg az oroszlának című mesejátékkal.